a számos igen csak súlyos és sorsdöntőnek minősíthető közéleti téma tengerében olykor elveszik egy olyan kérdés, amely szintén életbevágónak mondható. És pedig a polgárok jelentős részének egzisztenciális helyzetéről, problémáiról lenne szó. Az úgynevezett szociális-gazdasági tanács 3 hónappal ezelőtt tett javaslata szerint ez a kérdés akár rövid időn belül a szerb parlament elé is kerülhet. Egyébként mi támogatjuk ezt a kezdeményezést. A munkatörvény és vagy büntetőtörvény olyan esetleges kiegészítéséről és módosításairól lenne szó, amelyek közvetlenül befolyásolhatnánk számos nemzettársunk és polgártársunk további sorsát. A mostani gazdasági helyzet roppant érzékenyen érinti a délvidéki magyarságot, ami teljesen érthető, hiszen ha a többségi nemzetnek rossz, a délvidéki magyar nemzeti közösségnek legalább 2-szer vissza. Ez egy mondom nyilvánvaló tény. Szerbiában a nem hivatalos adatok szerint mintegy 630 ezer polgár jelentős, olykor több hónapos késéssel kapja készhez fizetését, amely gyakran inkább olyan ígérnek minősíthető, hiszen nem éri el a törvényes minimumot sem. A Magyar Remény Mozgalomhoz, mint a szociálisan érzékeny párthoz az utóbbi időben egyre több olyan alkalmazott fordul, amely ugyanabban a helyzet, ugyanaz a problémával szembesül, és tőlünk kér tanácsot. Közöttük akad például egy olyan személy is, aki már 3 hónapja nem kap fizetést, noha egy viszonylag ismert szabadkai vállalatban dolgozik, nem pedig egy lerobban csődelőtt állandában. Mit tehet egy ilyen munkavállaló? Nos, a meglevő törvény szerint a munkáltató köteles természetesen rendszeresen kifizetni a béreket, havi szinten, és amennyiben ezt elbolasztja, a munkavállaló elvileg minden további nélkül feljelentheti a munkafelügyelőségben. Csak hogy ezt kizárólag a saját nevén teheti meg, tehát nincs semmilyen diszkréció, úgyhogy egy ilyen feljelentés gyakorlatilag egyenlő kirúgatással. Épp ezért sokan elállnak a feljelentési szándékuktól. Az elmaradt bérek természetesen bírósági úton is behajthatók, de felmerül a kérdés, vajon a kisebbizeti munkások közül kinek van annyi pénze, hogy ügyvédet alkalmazzon, és kinek van annyi ideje, hogy kivárja egy gyakran évekig elhúzódó per végét. Belgiumban 1926 óta érvényben van egy olyan törvényes előírás, amely szerint az a munkáltató, aki csak egyszer nem fizeti ki a béreket, akár 2 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható. Érdekes még megemlíteni, hogy abban az országban a munkáltató először a fizetéseket köteles kifizetést, csak utána az adókat és a járulékokat. Fontos kihangsúlyozni, hogy a napokban a horvát parlament elé kerül egy olyan törvénymódosítási javaslat, amely szerint azok a munkáltatók, akik szándékosan több mint 3 hónapig nem fizetik ki a béreket, 3 évig terjedő börtönbüntetéssel lesznek sújthatók.